Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai vendégem Lászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért, növénytermesztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Tiszteletem minden kedves nézőt. Nos, hát itt elrettentő számok következnek. Belástam magam részben, hamisításról fogunk beszélni. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala becslései szerint 11 gazdasági ágazatban, így a szeszes italok, borok, növényvédőszerek gyártásában és kereskedelmében a hamisításból és a fakadó veszteség uniós szinten 18.686 milliárd forintot tesz ki évente. Magyarországon ez az adat 223,6 milliárd forint kár. Ez a tanulmány a hivatal tanulmánya szerint az ágazatok összesített vesztesége az összforgalom több mint 7%-a. Ez az alap. Nézzünk körül itthon. Nézzünk körül, de ha már nemzetközi adattal kezdtünk, akkor egy nemzetközi összehasonlítást teszek. Nyilvánvaló, hogy a hamis élelmiszerek, növényvédőszerek, élelmiszer hamisítások azok a feketébe mozognak, tehát a fekete gazdaságot gyarapítják, és a fekete gazdaság gyarapítása tekintetében a szórakoztatóipar van az első helyen. Most nem a legális szórakoztatóipar, most nem akarjuk itt részletezni, és a második helyen ez a élelmiszer és termékhamisítás. Nem gondoltam tehát volna egyébként. Ez borzasztóan óriási szám világszerte. Hazánkban szerencsére nagyon-nagyon erőteljes intézkedések hatására viszonylag jól állunk. Számokat kell mondanom például a növényvédőszer vonatkozásában. Az Európai Unióban a növényvédőszerek hamisítása, a hamis növényvédőszerek megjelenése az nagyjából 5-7% körül mozog. Nagyon nagy szám. Magyarországon ez 3-5% körül. A nemzetközi összehasonlításban, ázsiai országokban India 20%, Kína 30%. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert kétfelé kell osztani a növényvédőszer hamisításnak a feltételrendszerét. Első, mind a kettő hamis termék, de az egyik, aminek igazából hatóanyagtartalma alig van, sok esetben fitotoxikus és egyéb toxikus vegyületeket is tartalmaz, tehát a rossz hamisítvány. Ez az első kategória. A másik ugyanúgy hamis termék, de az tartalmaz a hatóanyagokat. De amikor a különféle gyártási joggal rendelkező cégek által belehelyezett jelzőmarkerek, különféle vegyületekről van szó, ezeket nem tartalmazza, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen módon utángyártott. És ekkor már sok hatóanyagot tartalmaz, tehát ezek az úgynevezett jobb minőségű hamisítványok. Tehát, ha megnézzük, akkor sajnos viszont, hogy a jó minőségű vagy jobb minőségű hamisítványok százalékos aránya viszont töredéke a rossz, ha úgy tetszik, gagyi termékeknek. Na most, miről ismerhetjük meg? Igen, ez fontos kérdés a köznapi ember számára, ez egy akadémikus beszélgetés. Ugyanakkor nagyon is tudnunk kell, hogy a növényvédőszer alapjaiban meghatározza a mezőgazdaság teljesítményét. Abszolút. Mindenféle értelemben. Tehát, ha hamisított termék kerül a piacra, amit megvesz a gazda, nem csak a nagy gazda, hanem a kicsi is, főleg a kicsi egyébként, aki azért valljuk meg, hogy ha úgy tetszik, próbál úgy gazdálkodni. Költséghatékonyan. Költséghatékonyan most, ne, ugye, igen. Tehát ráugrik az olcsó árura, és akkor kiderül, hogy rendkívüli veszélynek van kitéve az egész földje, illetve a termése. Ő is, és a családja is. És a családja is. Hiszen amit kiszórunk, amit növényvédőszerként, gyomírtó, most teljesen gombaölőszer, most hagyd ne soroljam a különféle szereket, kémiai szereket, és azt hisszük, hogy
lebomlik a hatóanyag, lehet, hogy olyan anyagok sorát tartalmazza, ami nem bomlik le, és adott esetben az ivarsejtektől kezdve olyan élettani hatást gyakorol akár rák keltő anyagokat, amik később súlyosan tudják károsítani az adott család, vagy mindazoknak az egészségét, amelyik ebből a termékből, terményből, vizsgálat nélkül valamilyen módon kap, vagy hozzájut. Tehát amiről megismerhetünk egy növényvédőszer, de először is legyünk óvatosak, ami nagyon olcsó. Van a növényvédőszer előállításának egy költsége, a feltalálónak nyilvánvaló különféle szabadalmi díjai, és ezt lényegesen lefaragni nem igen lehet. Tehát az megint más kérdés, hogy az eredeti növényszergyártók is azért, idézőjelbe teszem, sajátos üzletpolitikát képesek folytatni, mert tudjuk jó, hogy Ukrajnában olcsóbbak ugyanaz a növényvédőszer, mint Magyarországon. Tehát amikor mindig szoktam, hogy mosolyogni magamba, de hát ezt nem ötletet akarok ilyen értelemben adni, bár hát ugye azok is a piacon vannak bizonyos módon, hogy hát nem kartonszámra kell a cigarettát a határon csempészni, hiszen egy pár üvegnövényvédőszer az sokkal jobban áthozható, de ezzel én nem mondtam azt, hogy ezt kell tenni, mert ebbe viszont a ukránok nagyon szépen előre haladtak, hogy amit ilyen hát szürke vagy fekete zónába áthoznak, most már nem az eredetit adja, hiszen rájött arra, hogy hát sokkal olcsóbb, hogyha a ottani magyar viszonyokhoz képest olcsóbb áron, de hát hamis szert ad oda. Tehát igazából ugye a címkén, hát először is biztos helyről kell vásárolni. Tehát vannak olyan kizárólagos forgalmazók Magyarországon megfelelő ezzel foglalkozó nagy cégek, én most hagyd ne soroljak neveket, mert bárkit megsérthetek, kicsit is, nagyok is, akik ezzel foglalkoznak. Tehát alapvetően biztos, bevizsgált, jó terméket adnak a gazda kezébe. A másik, ha üzletbe vásárolunk, és ne adj Isten, ott is azért nagyon figyelnek arra, hogy ne kerüljen be hamis termék, de elmosódott a szavatossága, elmosódott a felirata, gyakorlatilag kicsomagolt terméket kap az ember, kimért terméket kap az ember. De hát ez különösen ilyen hát zugárosító helyeken gyakorta előfordul, hogy hát piacokon, ugye asztal alól adunk különféle növényvédőszereket. Ez azért mind gyanút keltő. Tehát lássuk be, hogy egy csomó dolgot akkor figyelmen kívül hagyunk, mert elvisz bennünket az a vágy, hogy sokkal olcsóbban lehet hozzájutni ehhez a növényvédőszerhez. És hát nem beszélve arról, hogy aki ugye ezeket a költségeket, hogy beleteszi a hatóanyagot, a lebomlást elősegítő anyagokat, mert hát nyilvánvaló növényvédőszerekbe több helyen ma már a környezetvédelmi előírások betartása miatt ez is van. Az hát nem támogatja ugye a legális rendszert, sőt, mi több, nagyon erőteljes veszélyeknek teszi ki magát. De hát a élelmiszer hamisításnak azért lássuk be, hogy a növényvédőszer az egyik anyaga, vagy egyik része, és speciális része, nagy területe, de hát a globalitástól még messze van, hiszen maga az élelmiszer vonatkozásába ugye többen összekeverik ugye az élelmiszer hamisítást azzal, vagy az élelmiszer lobbinak a sajátos tevékenységét, már aki szürkébe és feketébe mozog, hogy kizárólag csak a szabadossági idő átírásából fakad. Hát ennél ugye sokkal több az élelmiszer hamisítás, mert ebbe beletartozik azért az emberi szervezetre káros anyagoknak a beletétele az adott élelmiszerbe, vagy ennek a ténynek az elfedése, és hát természetesen a termék beltartalmi értékeinek a megváltoztatása, vagy utánegyártása, de nem az eredeti hát előállító lapok szerint, tehát minden termékre
van nyilvánvaló, hogy élelmiszer előállító lap, ami szerint kell elkészíteni akár szalámit, szafaládét, és hogy ne soroljam. Ezeknek meg kell lenni, és bizony a NÉBIK nagyon sokszor ellenőrzi ezt, hogy ez megfelelője. Hát viszont az élelmiszereknek a nagyságrendje az milliós. Minden egyes paprika és növény mellett nem állhat nébikes, mert nem is lehet megfogalmazni. És hát bizony Európa szerte, hát emlékszünk igen sok élelmiszer botrányra, ami az elmúlt években volt. Tej, bor, nem sorolom. Én egy párat azért sorolnék, mert hát ezért jött létre 49, 39 évvel ezelőtt, ugye a RASFF nevezetű szervezet, ami ugye az Európai Unióban gyakorlatilag egy nagyon gyors információs rendszer, ugye a takarmányok és az élelmiszerek vonatkozásába, hogy minden állam pillanatokon belül megkapja ezt a gyors reagálású hírt, és be tudja vonni ezeket a termékeket. Hát ugye a legrégebbről kezdjünk, a BSE probléma. Ugye, ami ugye azért keletkezett, mert bizony lejjebb hozták a hőfokot ugye az etetés vonatkozásába, a keresztetetések tekintetében a hulla feldolgozás és fehérje takarmányként való feldolgozás vonatkozásába. És a priorok ugye átmentek, és komoly gondot okoztak. Na de ott vannak a dioxinbotrányok. Igen. Most nem is egy volt, ugye Németországban is volt, utána ott Belgiumban is, de hát a magyar aflatoxinos paprika, minimummal szennyezett paprika. Hát emlékszünk rá, hogy milyen komoly gondot okozott ennek a kivédése. Na de hát ott van a kínai melanin botrány. Hát ezek az nagyon emberek a halálát okozták, méghozzá közel 40 ember halt meg, ha jól emlékszem, ugye a melaninnal fertőzött kínai tejporba. Szerencsére ugye került Európába is, de azonnal ugye zárolták. De ugyanúgy zárolásra került Kínába, amikor állati tetemekből állítottak elő étolajat. Minden zárolásra került, a kínai hatóságok ugye felfedezték, de hát azért ez mégiscsak úgy, hát úgy szöget üt az ember fejébe. De ugye a lóhús botrány, a sertés, festett sertéshús, marhahúsként való eladása, ugye ezekre mind emlékszünk. A Escherichia coli Németországban több ember halálát okozta. A tojásoknál levő növényvédőszernek a felfedezése, az is az elmúlt időszakoknak a botrányai közé tartozik, de a lisztéria. Hát ugye ez most tavaly vagy tavaly előtt volt magyar termékbe, ami ugyancsak pár ember halálát okozta, egy sajátságos erőteljesen ugye nem hőkezelésnek vedették alá. Tehát nagyon súlyos következményei vannak a élelmiszer hamisításnak. Nagyon súlyosan szankcionálja a büntető törvénykönyv is ezt. Tehát amikor élelmiszert hamisítunk, vagy megváltoztatunk bizonyos dolgot, és lehet, hogy csak jó szándékúan, akkor azért mindig a jog következményeit nézzük már meg, mert akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az, aki nem a gyártási lapon szereplő összetételek szerint készít elő egy terméket, és azt a címkét teszi rá. De a 3 év az fokozódik adott esetben halmazati büntetésként, hiszen ez többször társul csalással, okirathamisítással, és hagyd ne soroljam még a ehhez tartozó BTK szerinti büntethetőség sorát, hát ne adj Isten, itt bárkinek súlyos egészségkárosodása, netán haláleset van, akkor ez nagyon messzire tud menni. Tehát nagyon fontos, és az Európai Unió azért sokat tesz ezért, magyar kezdeményezésre is, hogy a nyomon követhetőség az egyrészt az élelmiszerben meglegyen. A nyomon követhetőséget az áruházláncokba kérdezzünk rá, mert egy fontos dolog. De hát ugye a nagy áruházok, láncok azért
igyekeznek biztonságos élelmiszert befogadni. De hát ugye a legutóbb a brazil húsnak a botránya, ami ugye kitiltásra is került. Tehát számtalan próbálkozás van, hiszen óriási üzlet, hát nem teljes biztonságos élelmiszert behozni, ami nem biztos, hogy az egészségre káros, de nem az. Hát gondoljunk csak bele, hogy egy pik téli szalámit hamisítva azért milyen kellemetlen dolog, az nem az. Tehát itt is, hogyha káros hatóanyagok vannak benne, akkor bizony az emberre veszélyes is lehet. De hát a bornál, ha vagyunk a bor vonatkozásában, Európában, számtalan helyen ugye azért akad borhamisítás. Magyarország a hegyközségi rendszerrel, a bizonylati rendszerével nagyon erősen fellépett a borhamisítás ellen. Egy nyári tavalyi nagy raziát tudok mondani a Balatonparton, ahol a Magyarországon forgalomba hozott boroknak gyakorlatilag a szőlősgazdákat is beleértve 10%-át vizsgálták el át. Tehát ez azt jelenti, hogy 3 millió hektoliter bor készül Magyarországon nagy vonalakban, most ne a apró számokra foglalkozzunk, és 300 ezer hektoliter bort néztek meg. Ebből összesen 1000 hektot kellett zárolni és elkobozni. Ez tehát, kiváló eredmény. Tehát ez nagyon-nagyon jó eredmény, mert mondom, az egész hatósági rendszer az arra alapszik, hogy nagyon nehezen lehessen kibújni a borhamisítások vonatkozásával, és ráadásul a borhamisítás csak nagyon szélsőséges esetekben tartalmaz olyan anyagot, ami hát káros a szervezetre, ugye a etil-metil alkohol, de hát ilyen botrány volt Lengyelországban is, ugye többek közt egy időszakban, meg hát különféle országok is bele-bele esnek ugye a metil-etilként való eladásába, ami hát ugye súlyos egészségkárosodást okoz, de a bor vonatkozásába az additív cukor, tehát az, hogy hozzáadnak terméket, különféle ízfogozót, ezek is a élelmiszer hamisítás körébe esnek, és a magyar borok az egyik legbiztonságosabb borokká váltak, nem különben azok a tipikusan magyar hungarikumok és Magyarországon a védjegyekkel ellátott élelmiszereink, amik egészen biztosan azt tartalmazzák, ami rá van írva. Igen, annál is inkább, mert az elemzés szerint itt még ezzel aztán be is fejezem, hogy a hamisítás az összes szektorban uniószerte, teszem hozzá, 468 ezer munkahely megszűnéséhez vezetett. Tehát nyilvánvaló, hogy közös érdek, hogy mennyi ebből a magyar, akik azért termelnek kevesebbet már, mint olyan üzemről beszélek, hogy mert a hamisítók átvették, azt hiszem, hogy ez Magyarországon elenyésző, de akkor is figyelnünk kell rá, mert hogyha európai trend ez, amiről ön is beszélt, akkor ki kell, nyitott szemmel kell járnunk. Úgyhogy én köszönöm szépen, és bizakodó vagyok természetesen, hogy sikerül gátat szabni a hamisításnak. Köszönöm én magam szépen, is, és ezért mindent megteszünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk. Réti Majorban jártunk, Hallország fejedelme Lévai Ferenc volt a vendéglátónk, annál is inkább, mert hogy furcsa esztendő volt mindez idáig a hallgazdaságoknak is. Szélsőséges volt az időjárás, ez nem kímélte őket sem. Nézzük meg, hogy mit mond erről a szezonról Lévai Ferenc. Réti Majorban az Aranypont ZRT-nél a jó természeti adottságok és a menedzsment innovatív fejlesztései elősegítették egy úgynevezett multifunkcionális hallgazdálkodás bevezetését, amelyek nagy mértékben meghatározzák a gazdálkodásban alkalmazható módszereket. A változékony időjárás ugyanakkor a hallgazdálkodás körülményeit is meg. Most a fesztiválok hete volt éppen, hiszen egyszerre volt a Bajai Halfesztivál, ami fantasztikusan sikeredett változatlanul. Ugye hihetetlen, hogy egy ekkora kis
Pöttöm városka, mint Baja, nehogy félreértés legyen, imádom Baját, nagyon szeretem, fővárosával tudott lenni a halételetnek. Ja, ezen mindig is egy nagy halfogyasztó régió volt, hiszen a délszlávok, a magyarok, a kereskedelem az egy olyan kis központtá tette Baját a múlt században még, ahol mindenki megtalálta a számítását, na meg a maga halát. Ferenc csatorna híresen jó halas vidék volt annak idején, és hát magat is a szokás, nem véletlen, hogy a gyufatésztát is Baján találták föl, talán ismerik a sztorit, talán nem, az arról szólt, hogy egyszer, amikor nagyon gyenge volt a halfogás, és a halászatnak járt a saját porciójuk a bérletnek való halászat után, azt mondta Molnárné, hogy ti nem vagyok normálisak, ezt a nyavajás halat eszitek nap, mint nap, minden levesbe tészta van. Hát miért nem egy jó tésztás leves tesztek, azzal könnyebben neveznétek, és ha halat eladnátok, abból vehetnétek háromszor annyi tésztát. Na itt terjedt el aztán a tésztás halászni, nem is jött följebb Dunaföldvárnál, kb. Ebben a régióban fogyasztanak csak bárhol Magyarországon tésztával halat, amit én nagyon szeretek, és köszönöm szépen, jó vagyunk, és jó látni az Baján, hogy most már a Petőfi-sziget is megtelt teljesen, fiatalok járnak le, és egy olyan kollektív élmény a Bajai Halászlé Főző Fesztivál, ami mindenkinek, aki lejár, akár már évtizede is, egy komoly élmény, és már készülnek rá az emberek. De hát nagy örömmel számoltuk be ahol is, hogy fesztivál hét volt, hiszen Tiszafüreden is a tiszai non-profit és a helyi önkormányzat csinált egy gyönyörű halas fesztivált, látványhalászat, gyerekhorgászat, a legkitűnőbb előadók a fellépések, és ami a legfontosabb, egy olyan halászlé főző versenyt is csináltak ott ellentétben Bajával, ahol nem verseny van, hanem csak bandázás, ahol bizony komoly szaktudások jelentek meg. Életem vettem először egy olyan fantasztikus halételt, hogy azt mondta, milyen a mesében van. Egy finom, friss, fejtett babra, bocsánat, kérek, nem szóval? Jó. Egy finom, friss, fejtett bab főzeléket, fejtett bab levest elkészítettek füstölt harcsával. Hát zsűri elnök voltam, és a két társammal együtt 30 ételt kóstoltunk addigra végig, mire oda került az a fejtett babos. Na most őszintén elmondom, mert nem látta senki, megettük ott mi helyben. Ez olyan finom volt, hogy hihetetlen. De volt egy kapros hallé is például, egy nagyon finom tavaszias kapros lébe főztek bele süllő csíkokat, hibátlan volt. Örülök annak, hogy a halászati gasztrokultúra terjed, és egyre többen vannak úgy vele, hogy ha összejött a rokonság, a család, hozzunk már három pontyot, dobjunk egy jó levet, azt főzünk egy halászlét együtt. A hal meg a halfogyasztás, ez nem csak egyéni élmény, nem úgy van, mint egy pörkölt, hogy megesszük. Azt jó elkészíteni is, már ha valaki még ott van, ha még ott vannak a barátaink, ne adj Isten, hogy szerencsétlen hal ne nézzen bennünket kutyának, iszunk rá egy jó fröccsöt is még. Tehát örültem ennek is nagyon, és hát annak, hogy egyre több ilyen gasztrofesztivál van Magyarországon, ahol a hal a főszereplő, jön majd őszre Szeged, amelyik szintén elfoglalja a Tiszapartot, és örülünk annak, hogy ennyi halfogyasztó ember van ilyenkor. És annak is, hogy hála Istennek már nem csak ilyenkor van, az idegenforgalmi szezon fölvitte egy kicsit a halat szerencsére, nagyon sok helyütt tartanak roston, grillen és a klasszikus halételekből is halakat, és ehhez az alapanyag is megvan, hiszen a szálkamentes harcsától kezdve a kitűnően írdalt pontig ma már minden hazai halfaj kapható, és megtalálható ezekben az éttermekben is. Jöjjünk haza egy kicsit, mármint Réti Majorba. Ugye arról beszéltünk már, hogy a klímaváltozás alaposan megviselni a halgazdaságokat is. Azóta nem változott a helyzet. Hogy tudják átvészelni ezt az időszakot? Hát ez tényleg nem jó. Az se jó, amikor 28 fokosak a vizek napokig, aztán jön egy ilyen sunnyogó hidegfront, ami csak úgy ráfekszik, ráül a meleg levegőre, a légnyomás felszabadul, és akkor bizony, hát ha nekünk nem is voltak pusztulásaink, de oda kellett figyelnünk arra, hogy ezekben az időszakokban ne legyen halpusztulás, nagyon kevés az oxigén a vízbe, és az alulról felszabaduló iszapgázok nem használnak a halegészségének. De ami legalább ennyire rossz, hogy amikor meg csapadék jön, akkor az hozza a kukoricafődet is, meg az erdőt is, meg az összes szemetet is, hiszen lezúduló villámárvizek vannak is, villámcsapadékok. Egy hónapon belül a Nádor csatornai duzzasztást kétszer kellett elengednünk, mert a gátak tetején járt a víz. Most meg ott tartunk, hogy nem tud föltelleni, és nem tudjuk a soponyai tágozót öntözni, pedig hát feltölteni, pedig hát kellene, mert a birkás úr meg nagyon szívesen öntözni a sárga répáját, mert az meg éppen hogy csak megázott. Tehát az időjárásnak a hektikussága, az csak, hogy melegszik, az csak egy dolog, az
időnként jó, időnként rossz, alapvetően jobb az, hogy hosszabb a tenyészidő, az probléma, hogy kiszámíthatatlan szeszélyességgel változik, akár órákon belül az időjárás. Hát ezt minden állat megsenyvedi, nem csak mi, emberek, akik szintén ugye nagyon ki vagyunk téve annak, hogy milyen időjárásra találkozunk. Az utakon megtapasztalhatjuk, hogy holnap után hideg front jön, az biztos, de hát a halak is nehezebben viselik. Hát erre egy válaszom van csak, hogy ez az evolúció, aki tud alkalmazkodni, az megy tovább, aki nem az... Lévai Ferenc minden esetre bizakodó, az Európai Parlament a közelmúltban döntött a következő uniós ciklus halászati operatív programjának előzetes terveiről. A korábbi elképzelések szerint a halászati ágazatot 4,5%-os elvonás érte volna, azonban a módosító indítványok hatására közel 10%-os forrásemelkedés valósulhat meg. Fontos továbbá, hogy az országba érkező halászati források 87%-áról a magyar irányítóhatóság dönthet. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!